A 100 éves évforduló érdekes dolog, az első világháborúról a Föld felszínén alig-alig van némi emlék, ami megmaradt volna a 100 év alatt. Hát ilyen régi bunkerek, harckocsik, fegyverek, egyebek, azok alig-alig maradtak meg. Ami megmaradt is, nagyon szép állapotban megmaradt, az mind a víz alatt található, tehát ugye ezek mind hadihajó roncsok. Nagyon keveset tudnak Magyarországon arról, hogy az osztrák-magyar monarchia hadiflottája az a világon a 8. legnagyobb flotta volt, Európában pedig a 6. Tehát elég előkelő helyen volt. És hogy ebből mennyi volt magyar? Hát a hadiflotta költségvetésének 1/3-át a magyar adófizetők fizették. Az első világháború 100. évfordulója, egyre kevesebbet emlékezünk, pedig lenne mire. Mit gondol, miért van ez így? Túl régen volt, ugye 100 év nagy idő, inkább a második világháborúra szoktak emlékezni, rengeteg műsor megy a tévékbe második világháborúról, az elsőről elég kevés, és ezen belül például a hadiflottáról még kevesebb, mert egyáltalán nagyon sokan nem is tudják, hogy volt hadiflottánk, és ez a hadiflotta a világon a 8., Európában még a 6. legnagyobb hadiflotta volt, és tulajdonképpen az első világháború során az egyetlen eredményesen működő fegyver nem volt, mert gyakorlatilag, hát ha nem is győztesen, de úgy fejezte be a háborút, hogy nem volt semmiféle ellenséges partraszállás az Adrián, meg mindent megakadályozott, és 5-ször akkora veszteséget okozott az Antant hajóhadaknak, mint amennyit ő elszenvedett. Ez nagyon kevéssé ismert tény, és hát lehet, hogy azért, mert messze van tőlünk a tenger, ennek ellenére ugye tulajdonképpen azok a tárgyi emlékek, amik az első világháborúról nagyon kevés, még esetleg itt a Föld felszínén fellelhető, a víz alatt ezek szinte teljes épségben megmaradtak, például a Szent István csatahajó, ami mai napig a magyar hajóépítés legnagyobb alkotása, mert 20 000 tonnás hajót azelőtt sem, azóta sem épített magyar gyár, Ganz Danubius gyár volt, és hát tulajdonképpen a monarchia hadiflottájának az emlékei a mai napig szinte érintetlenül ott fekszenek az Adria mélyén, és amelyik ugye 50-60 méternél nem mélyebben van, azok a mai napig megtekinthetők búvárfölszereléssel. Kutathatók még ezek a hajók? Van, amelyik védettséget élvez, például a Szent István csatahajó, mert azt mi annak idején, a mi expedícióink után, a mi kérésünkre a horvát hatóságok úgynevezett kék temetőnek, vagy katonai kegyhelynek nyilvánították, tehát arra engedélyt kell kérni. Meg általában minden roncsmerülésre engedélyt kell kérni, de erre különösen, mert ez védett. A többi az nem élvez még védelmet, tulajdonképpen azok mindenképpen merülhetők, kutathatók. Ami még érdekes dolog, és el kell mondani, hogy ugye mennyire volt ez a hajóhad magyar. Hát általában a magyar költségvetésnek 1/3 került a hadiflottához, tehát 1/3 állta a flotta költségvetésének a magyar állam. A legénységnek 1/4, a háború vége fele pedig ennél már több, 1/3 is magyar származású, vagy magyar területen élő, tehát az akkori Magyarország területét értjük ez alatt, magyar területen élő hát katona volt, és tiszt. A tiszti karnál érdekes módon még talán jobb volt ez az arány, és az utolsó parancsnoka is, Horthy Miklós személyében magyar ember volt, és tulajdonképpen a legszebben dekorált, legeredményesebb sorhajó kapitány is ő volt, azaz Horthy Miklós. Voltak-e magyar expedíciók? Igen, ezeket az expedícióknak a nagy részét, illetve hát a 99%-át én szerveztem, vezettem. 1994-ben sikerült a Szent István csatahajót megtalálni, utána 95-ben volt két hetes expedíció ennek a feltárására, és utána pedig 98-ban volt egy hónapos expedíció, szintén magyar expedíció,
Aztán volt egy szlovák expedíció szintén a Szent István csatahajóhoz, amiben én is részt vettem. Aztán a Zenta cirkáló és a Strejter rombolónak a feltárására voltak kéthetes expedíciók, egyiken egy, a másikon két alkalommal, meg hát megvan már a Flamingo nevű torpedónaszád, azt is sikerült egy párnapos expedícióval megtalálni, filmezni, és most is folyik tulajdonképpen a Ferenc József cirkálónak a kutatása, mivel hogy arra olyan helyen fekszik, hogy a montenegrói horvát határon van rajta tulajdonképpen, és minden évben csak két napra adnak engedélyt a ottani merülésekre, és ezekből a két napokból kell összerakjuk a filmet, meg a kutatást, hát ez már évek óta megy. Mire taníthat meg bennünket a történelemnek ez az elfeledett része? Semmi másra nem tanít, csak arra, hogy a történelmet, a mi történelmünket érdemes megismerni, mert vannak olyan, nem várt dolgok, egy ilyen teljesen szárazföldi államnak is, ugye egy volt haditengerészete, voltak haditengerész hősei, voltak haditengerész hősi halottai, nem is kevés, és ennek a megismerése, ez mindenképpen egy országnak a kötelessége.